Az óvodás csoportot már több éve Gáncs Katalin vezeti. Kati vallja, nagyon fontos már egész kisgyermekkorban elültetni a népi játék és a néptánc szeretetét a picikben. Az ő produkciójukat élőben Kutenicsné Ízer Viktória kísérte hegedűn. Lippert Ferenc, a gyerekek Ferkó bácsia, a kistérségben elég sok csoportot tanít. Várpalotán az utánpótlás, vagyis a kisiskolás csapatot oktatja. A gála műsorra somogyi ugróssal és népi játékokkal készültek. Cseregő Néptánc Együttesnek az utánpótlás csoportját vezetem, a kisiskolás csoportot. A kistérségben elég sok táncsoportot vezetek. Legutolsó szereplésünk a gyereknapon volt. Most vagyunk az évvégi gála műsornak ez a zárása az évnek, és a következő nagy szereplésünk ez a 30 éves jubileuma lesz a Cseregő Néptánc Együttesnek, ahol az óvodásoktól a felnőttekig, és még a régi cseregős tagokat is visszahívjuk, és ott lesz egy nagy gála. Ez ősszel fog megtörténni. Thank you.
a Recefice Tánccsoport mezőföldi táncot mutatott be, amiben a tájegységre jellemző népszokást elevenítettek fel. A gála műsoron az együttes előadásában láthatott a közönség palackai, mezőségi, moldvai táncokat és erdélyi jobbágytelki ugróst, ami a forgós-forgatós táncok körébe tartozik. Ez nagy kihívást jelent a lányoknak, hiszen van úgy, hogy 8-16-szor forgatja meg a fiút a lány. A Cseregő Néptánc Együttes az ősszel ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. A gála műsorra október 17-én kerül sor, melyre szeretettel várják az együttes tagjai, a régi táncosokat, alapító tagokat, és természetesen Várpalota város lakosságát is. Thank you.